Ja, hogy mostanában,
Voltam, gyereke, voltam mostanában is orvosnál. Bizony, hámadhatom, hatalmasat fejlődött a orvostudomány. Miből gondolja ezt Mári néni? Miből? Bementem az a szép fiatal ember orvos elé. Aztán, hát, mám éppen kezdett gombolódni az otthonkám, hogy ugye, mint régen. Erre azt mondja, hogy nyújtsam ki a nyelvem. Hát, csak egy picit tetszik látni, csak egy picit kinyújtottam. Már kész is volt a diagnózis. Értem, Mári néni. És mi volt a diagnózis? Hú, mi is? Azt mondja, hogy néném magának pszichoszomatikus tünetei vannak. Ha, mondom neki egészségére, doktor úr, gondoltam megfázott. Akartam ajánlani neki a legújabb hármateámat, de ő csak mondta a magáét. Azt mondja, van erre egy gyógymód. Egyetlen itt, ezt még Magyarországon nem engedélyezik. Kíváncsi váltett Mári néni. Mi lenne az a gyógymód? Lacikám, megfogtál. Ezeket a francia női neveket én nagyon nehezen tudom megjegyezni. Valami Anasztázia? Nem Anasztázia. Eutanázia, megvan. Ezt mondta volna a doktor úr. Hát az tényleg megoldja minden gondját, baját egy életre. Hát te is úgy gondolod, Lacikám. Akkor talán indulnék is vissza a doktor úrhoz. Hát ha sikerül valami protekcióval megszerezni ezt a gyógymódot.